A közművelődési feladatellátás aktuális kérdéseiről tartottak módszertani szakmai napot a megyeházán. Ide önkormányzatok képviselőit, valamint közművelődési szakembereket vártak. Vidnai Győző kormány megbízott a közművelődési feladatokat is szabályozó önkormányzati törvény várható változásairól is szólt. A jelenlegi tervezet szerint a sport, a kultúra, a közösségi művelődés, egészségügyi alapellátás, szociális kérdések az önkormányzatok hatáskörébe maradnak, ami azt jelenti, hogy a kulturális ellátásnál, akár itt Nyíregyházán vagy egy kisebb településre gondolok, a közművelődési szakembereknek meg kell ismerni ezeket a törvényi változásokat, és a saját szakmájukban keresni kell az új utakat, természetesen a jó gyakorlatokat megtartva, hogy hogyan lehet egy olyan közösségi művelődés kialakítani, amely az ott élő polgárok szellemi műveltségét fejleszti. Tilki Attila országgyűlési képviselő szerint szükség lenne a feladatellátási rendszer egységesítésére. Megyénkben az egyik legnagyobb problémát, mint mondta, az jelenti, hogy a települések többségének nincs közművelődésről szóló rendelete, ennek hiányában törvényességi vizsgálatok sem voltak. A legtöbb önkormányzat korábban anyagi lehetőségétől tette függővé a kultúra támogatását, ami évről évre egyre kevesebb forrást jelentett az ágazatban. Számára. Az egyik jövő az a kistérségi összefogás lehet. A változó jogszabály, az önkormányzati törvény lehetőséget ad társulásra, különböző szolgáltatási feladatokra. Egyik járható út lehet, hogy a közművelődés, a kultúra kérdését is egy kistérségi rendszerben, települések összefogásával lehet elképzelni. A szakmai napon elhangzott, a kormányzat szándékai szerint a helyi kulturális értékek, hagyományok ápolására nagyobb hangsúlyt fordítana, ehhez forrásokat is biztosít majd.